Kedves nézőink, a Szerencs Híradót látják, köszöntöm Önöket, Maknik Evelin vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globa Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Új katolikus óvoda épül Szerencsen. Sportoló fiatalokat díjaztak Szerencsen. A kommunizmus áldozatairól emlékeztek meg Szerencsen. Új katolikus óvodával gyarapodik Szerencs városa, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. A volt római katolikus plébánia épülete az Egri Főegyház megye programja által tud teljes átalakuláson átesni. Jelenleg még folyamatban vannak a munkálatok, de az eddigi kilátások szerint akár már az éven megnyithatja kapuit. Új katolikus óvoda épül Szerencsen az Egri Főegyház megye óvodafejlesztési programja által. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési program keretei között több településen tudtak óvodafejlesztéseket és építéseket kezdeményezni. Szerencsen egy 4 csoportos intézmény készül a Kossuth tér 1 szám alatti ingatlanon. Az épület korábban a római katolikus plébánia szerepét töltötte be, ami eredetileg 250 négyzetméteres volt. Ehhez kerültek hozzáépítésre a csoportszobák, és a bővítések által egy közel 1000 négyzetméteres tágas óvoda készül el. Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri Főegyház megye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri Főegyház megye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencsvárosa számára, hogy az Egri Főegyház megye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyház megye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során, vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Jelenleg még folyamatban vannak a munkálatok, de napról napra egyre jobban kirajzolódik a megálmodott épület. Az utcán elhaladva is látszódik, hogy egy fantasztikus hely van kialakulóban az óvodás gyerekek fogadására, ahol minden körülmény adott lesz számukra a játék mellett a fejlesztésükhöz is. Az épületről nem csak kívülről mondható el, hogy a 21. század minden követelményének megfelel, de az ajtón belépve is egy modern környezet tárul a szemünk elé. Ugyanakkor mégis egy meleg, barátságos térként szolgál az intézmény. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Az év elején megtörtént az eszközjegyzék összeállítása is, amelyben már szerepel minden olyan bútor, játék és használatitágy, amire a gyerekeknek és az intézmény alkalmazottjainak szüksége lesz a mindennapok folyamán. A legfontosabbnak azt tartották ennél a lépésnél, hogy az óvodások semmiben ne szenvedjenek hiányt az itt töltött idejük során. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében.
illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll. Szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy hogy lehet könnyen egy közösség, egy boldog közösség részévé válni. Nagyon fontos, nem csak ebben a korban, később is a mozgásfejlesztés, a sport, a nyelv, a logikus gondolkodás, a zenei fejlesztés, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden olyan területet érintettünk, amikor az eszközjegyzéket összeírtuk, hogy minél szélesebb körben tudjuk a gyerekeket fejleszteni. Az épületet bejárva látszik, hogy a belső hamarosan elkészül, amit a külső rész teljes rendbetétele követ majd. Ezáltal elmondható, hogy hamarosan elkezdődik az udvar kialakítása, ami tovább színesíti majd a város szívében található épületet. Szintén úgy kerültek kiválogatásra a játékok, hogy a gyerekek minden érzékszervét igénybe veszi, és minél fejlesztőbb hatással tud lenni az ő szabadidő eltöltésük közben. Rengeteg fa, évelő növény és cserje kerül majd a játékok körül elültetésre, úgyhogy már alig várjuk, hogy azt a szemléletet, amely nagyon fontos az iskoláinkban is, ez a keresztény tudatossággal, vagy keresztény értékrendre épülő teremtésvédelem, vagy környezetvédelem, ezt már egészen pici korban a gyerekekben el tudjuk ültetni, és úgy gondolom, hogy az a gyönyörű környezet, amely az udvaron kialakításra kerül, ebben nekünk nagy segítségünkre lesz. De hogyha a kerítésen túlnézünk, akkor a várkert is ezt a célt fogja tudni szolgálni. Egy új óvoda kialakításában az egyik legfontosabb a gyerekek számára legkedvezőbb képzési, fejlesztési körülményeket biztosítani. A rengeteg beérkezett önéletrajzban már folyamatban van a szakemberek kiválasztása, akik a szakmai elképzelések megvalósításához megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Az, hogy konkrétan milyen kínálattal készülünk, azért néhány gondolatban már sejtettem itt a hallgatósággal, de nyilvánvaló az Egri Főegyház megyében, egy katolikus óvodában azok a keresztény értékekkel, hogy kidomborodjanak, amelyeket mi fontosnak tartunk. Nagyon fontos az, hogy minden a családban kezdődik ugyan, és hogy mi ezt tudjuk folytatni, erre tudjunk építkezni, vagy akár itt teremtsünk ehhez biztos alapokat, hogy a szeretet parancsa kell, hogy meghatározza a gyerekeknek az életét, a fejlődését, és később erre építkezve felnőtt korban is olyan felnőtté váljanak, akik haladnak egy úton, és lehet, hogy néha letérnek, mert serdülőkorban azért ez elő szokott fordulni, de amikor szükségük van rá, akkor tudják, hogy mindig számíthatnak valakire, és legyen kapaszkodójuk. Egyéb szakmai lehetőségeket úgy gondolom, hogy 3 gyermekem járt nekem is óvodában, és azok a szülők, akik most gyakorló szülők és óvodáskorú gyermekeik vannak, vagy éppen kisiskoláskorú gyermekeik vannak, nagyon jó ötletekkel tudnak szolgálni, és nyilván mi ezt szeretnénk figyelembe venni. Úgyhogy tervezünk egy olyan fórumot létrehozni, amelyről az érdeklődőket majd tájékoztatjuk, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni. Ennek a fórumnak az lesz a neve, hogy Szólj Bele, és az eddig hozzánk érkezett ötletek tárát szeretnénk bővíteni, vagy örömmel bővítjük, és ezt is figyelembe vesszük. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülők számára, hogy a legféltettebb kincsük, a gyermekük, akiket oda bíznak egészen pici korban a köznevelési intézményekre, biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben
családias hangulatban nevelődjön és fejlődjön. Minden csoportban két óvónő és egy dajka foglalkozik majd a gyerekekkel. Ezen kívül természetesen technikai személyzet és külső szakemberek is besegítenek majd az intézmény működésébe. Már most elmondható, hogy sok szülő nyújtott be szándéknyilatkozatot, amely arról tanúskodik, hogy katolikus óvodába szeretnék járatni a gyermeküket. Az érdeklődők számára elérhető a katolikus óvoda szerencs@gmail.com e-mail cím, amelyre várják a jelzéseket azoktól, akik örömmel iratnák be gyermeküket az intézménybe. Az aktuális helyzet alapján remélhetőleg már akár szeptembertől megkezdheti működését az óvoda. A minden évben megrendezésre kerülő sportgálán kerültek kiosztásra a sportban kiemelkedő teljesítményt elérő fiataloknak járó díjak február 24-én. Az eseményt a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában rendezték meg, amin a helyszínen szerzett információk alapján körülbelül 240-en vettek részt. Szőke Szilvia Szerencsváros Sportegyesületének sportmenedzsere vezényelte le az estét. A műsor kezdetén felkérte Nyíri Tibort, a város polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. A városvezető gyerekkorától rajongója a sportoknak, jelenleg Szerencsvárosi Sportegyesületének elnöki pozícióját tölti be. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte az este folyamán díjazott fiatalokat, akik eredményeikkel, sikereikkel nem csak maguknak és szeretteiknek, hanem a városnak is büszkeséget okoznak. Szükségesnek tartja, hogy ebben a rohanó világban fix pontként megmaradjon az emberek életében a sport. Büszkeséggel tölti el, hogy tudják biztosítani a városban élő gyermekek számára a különböző sportágak gyakorlásának lehetőségét, amelyekkel jelentős sikereket tudnak elérni. Ez olyan célt ad a fiataloknak, ami nem csak állandó része a mindennapjaiknak, de meghatározó élmény és eredmény is számukra. Hangsúlyozta, hogy ebben nagy szerepe van a szülőknek is, akik támogatják a diákokat ezen az úton. Az elkövetkezendő 20 percben a Szikra Tánc és Mozgás Stúdió zenés produkcióit láthatták. A diák ezúttal is színes, pörgős és változatos koreográfiák által bizonyították tehetségüket. Előadott koreográfiák nem csak jól megkomponált táncmozdulatokból álltak, de történeteket is színpadra vetítettek. Színes ruhák, vidám arcok és hosszú, kitartó, befektetett munka látszott az előadásokon. A két szereplő csoport egy igazán dinamikus produkcióra is egyesült műsoruk zárásaként. Után a díjátadó következett, amely során az elismeréseket Nyíri Tibor és Veréb György, Diós Győri legendává vált labdarúgó kapus adták át a fiataloknak. Az év sportolója díjban 12 fiatal tehetség részesülhetett. Köztük Hegyes Zsombor, aki jelenleg a felnőtt kosárlabda csapat tagja. 2018 óta kosarazik, és az érettségit követően jövő év sportszakértőként képzeli el. Edzője Andrész Tamás, aki segíti útján. Farkas Lelle az általános iskolában ismerkedett meg a Shotokan karate világával. Azóta egyszerre versenyzik küzdelem és formagyakorlat kategóriákban is, amelyekben rendszeresen jele dobogós eredményeket. Banócki Bálint a Sportegyesület karate szakosztályának igazolt versenyzője.
Számos kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt években, többek között országos, európai és nemzeti bajnokságokon is. Edzőjük Nagy László, aki mindig készségesen segíti őket a versenyekre való felkészülésben. A súlyemelők közül idén 2 díjazott lett. Fábián Léna, aki már 7 éve vesz részt a súlyemelő edzéseken, 2023 folyamán 5 bajnoki címet szerzett meg a különböző versenyeken. Morvai Balázs Örs 2017 óta látogatja az edzéseket, és tavaly már a junior korosztályban állt dobogóra. Az elmúlt évben kiemelt kupa versenyeken 4 érmet szerzett meg. Őket Fekete Diana és Morvai Zoltán készítették fel a megmérettetésekre. Macó Bence István a labdarúgásban ért el sikereket hátvédként. Már 4-5 éves korában az intézményi Bozsik program focistája volt, 2012 óta pedig a Szerencsi Városi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának lelkes tagja. Edzője Spéder Bence segíti fejlődésében és céljai elérésében. Konyári Vivien 11 évesen játszotta első bajnoki kézilabda mérkőzését. A legutóbbi régiós ifjúsági bajnokságban a 7. helyet szerezte meg, 18 mérkőzésen 111 gólt szerzett. Vivien kitartóan támogatja edzője Tóth Alex. Kazsik Csenge már 4 hónaposan babaúszásra kezdett járni, mindössze 8 éves volt, amikor először átúszta a Balatont. Idén is szurkolhatunk neki a Diákolimpián, ahová 100 méteres mellúszásban bejutott az országos döntőbe. Minden versenyre elszántan készül, amelyben edzője Farmosi István segíti. Boros Leila egyedüli lányként készül a birkózó versenyekre. Ősszel a női Diákolimpia országos döntőjében a pontszerző 5. helyet érte el. Emellett kézilabdázik és a városi futóversenyeken is részt vesz. Hozzá hasonlóan Szabó Benett is 2016-ban kezdett megismerkedni a birkózással. Októberben a Diákolimpia területi döntőjében első helyezést érte el a 63 kg-ban. A fiatal birkózók edzője Illési László. Szintén díjban részesült Köllő Ábel asztali tenisz versenyző, illetve Lénár Zalán úszó viszont az eseményre nem tudtak eljönni, így kitüntetéseiket utólag vehetik át. Továbbá minden évben átadják a Lukács Bertalan díjat, amelyet a legnagyobb fejlődés mutató utánpótláskorú kapus vehet át. Idén ezt a kitüntetést Kis Orosz Dávid érdemelte ki, aki 2021. szeptemberétől igazolt versenyzője a Város Sportegyesületének. A műsor ezzel véget ért, de az éjszakában nyúló mulatozás még csak ezután kezdődött. Az ünnepléshez és a tánchoz a jó hangulatot a Rumbarol zenekar biztosította. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjának megtartását 2000. június 13-án fogadta el az országgyűlés. Azóta minden évben február 25-én emlékeznek meg az áldozatokról a középfokú oktatási intézményekben. Idén ez az időpont munkaszüneti napra esett, ezáltal február 23-án tartottak megemlékezést a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban. Az intézmény diákjai, oktatóik, valamint a meghívott vendégek az aulában gyűltek össze az eseményre. Nyíri Tibor, a város polgármestere beszédében visszatért a 20. század borzalmaihoz. Valósnak tartja a mondást, miszerint a történelmet a győztesek írják, ami erre a korszakra is igaz volt. Az első világháború borzalmai után a nácizmusnak estek rengetegen áldozatul, majd a második világháborút követően az emberek már csak békére vágytak, ami nem jött el. Felidézte az 1945. januárjában bekövetkezett szomorú eseményt, amikor körülbelül 4000 embert hurcoltak el Szerencsről, és marhavagonokban a Donyec-medence vidékére szállították őket. Mesélt Szeretnyei Jánosról, aki szerencsi születési tarcalon szolgáló káplán volt. A káplán önként vonult a Szovjetunióba, híveit kísérve a biztos halálba. Végig kitartott nyája mellett, míg végül egy bánya balesetben vesztette életét. A város vezetője kiemelte, hogy ez egy sötét korszak volt Magyarország történelmében, aminek soha nem szabad visszatérnie. Úgy gondolja, hogy népünk elsődleges célja, hogy ne legyen több háború, erőszak és diktatúra. Ezt követően a színpadot átadta az intézmény diákjainak, akik egy rövid műsorral készültek. Először verseket szavaltak el, köztük többek között Keskési Tollas Tibor ismert Bevádogoznak minden ablakot című alkotását. A műsort egy énekkel fejezték be. Szegény magyarokról.
A diákok számára egy közös imádsággal lezárult a megemlékezés, de az önkormányzat, a történelmi egyházak és az intézmények képviselői átvonultak a Posta utcai emléktáblához. Ott a megjelentek és a Szerencsi SC műszaki és szolgáltatási technikum és szakképző iskola diákjai koszorúkat helyeztek el, valamint mécseseket gyújtottak az áldozatok tiszteletére. A nagybőjt első napján hanvazó szerdán lelkiperceket tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Ez az esemény a húsvétot megelőző 40 napos bőjt idejét jelzi, amely Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának emlékére szolgál. Az eseményen Szabóné Drozda Orsolya, az intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat, majd ismertette annak menetét. Pintér Bálint káplán vette át a szót, aki elmondta, hogy ez az időszak készíti elő a húsvét ünnepét, Jézus Krisztus feltámadását. Bemutatta, hogy a mellette található hamu a tavalyi virágvasárnap során megszentelt barka eredménye. A megáldott növényt elégették, amiből ez a hamu keletkezett. Kifejtette ugyanakkor, hogy régen az emberek ezzel a hamuval megszórták a fejüket, amely szokás azóta megváltozott. Most arra már ebből keresztet rajzolnak a hívők homlokára. Azt kívánta minden tanulónak és oktatóiknak, hogy a bőti időszak ne az elmúlást jelentse, hanem pozitív változást hozzon magával. Felkérte a jelenlévőket, hogy gondoljanak egy olyan dologra, amiről szeretnének lemondani, és az elkövetkezendő időszakban próbálják ezt megvalósítani. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy nagybőjt igazi lényege, hogy lelkünket felkészítsük a Jézussal való találkozásra. Ezért közösen mondták el az Úr imádságát, a mi atyánkot, amelyet követően megáldotta és megszentelte a hamut. Az atya Boros István katekéta lelkipásztor segítségével keresztet rajzoltak a diákok, a pedagógusok és az iskola dolgozóinak homlokára. Eközben az alábbi mondatot mondta. Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel. A lelki percek alatt a kisebbektől nagyobbakig megszívlehették a nagybőjt igazi üzenetét, vagyis a lemondás, az áldozathozás és az adakozó szeretet fontosságát. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is, a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az infokukac@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket! Friss híradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!